Sikeres év Máté Szalkán utak újultak meg, bölcsőde és piac épült, a fényes napok pedig minden eddiginél több látogatót vonzott. Gazdaságélénkítés partnerintézményekkel, rendezvényekkel segíti a vállalkozókat a Vármegyei Iparkamara. Korszerűsítés, már megfelelő víznyomással jó minőségű víz folyik a Csapból Tímáron. Máté Szalka történetének legátfogóbb útfejlesztési programja valósult meg 2023-ban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az önkormányzat saját forrásból 6 útszakaszt újított fel, a jövő évben pedig 15 újabb részt korszerűsítenek Európai Uniós támogatásból. Néhány hónappal ezelőtt új bölcsőde is épült, de nem csak a fejlesztések, hanem a közösségi rendezvények szempontjából is rendkívül sikeres évet zárt a város. Fáklyával világítottak a Fény városában a fényes napokon. Augusztus végén 3 napon át tartott a rendezvény, amelyből nem hiányozhatott a résztvevők fáklyás felvonulása. A fesztivál estéjén különböző könnyű zenei előadók szórakoztatták a közönséget. Korda György és Balázs Klári koncertje több ezer embert vonzott Máté Szalka legjelentősebb közösségi rendezvényén. Soha nem látott sikerrel rendezte meg a város, amiért nagyon hálás vagyok a segítő kollégáimnak az idei fényes napokat. Furcsa érzés volt megtapasztalni, hogy a rendezvénytér közepén ugyanúgy nincsen térerő, mint mondjuk amikor egy hatalmas rendezvényen a fővárosban van az ember, mondjuk a Puskás stadionban. Annyi ember jött el a városba, annyi vendéget köszönhettünk, amire nagyon büszkék lehetünk. És hát utána pedig, ahogy elmentek Máté Szalkára, és ahol lehetett hallani Máté Szalkán túl a megyében, Hajdú-Bihar megyében, az országban, hogy ez egy fantasztikus rendezvény volt, amire méltán lehet büszke a város és a térség. Szóval ez egy nagyon szenzációs élmény volt számomra ennek a részese lenni. A fejlesztések területén is volt minek örülni. Októberben adták át Máté Szalka új bölcsődéjét. A 6 csoportszobás 72 férőhelyes angyalszárnyra keresztelt intézményt csaknem 700 millió forintból, Európai Uniós és kormányzati támogatásból építették fel. Elkészült időközben a város új kispiaca is, a hatósági eljárások után ezt tavasszal vehetik birtokba a helyiek. Az egész térségben nincs olyan bölcsőde ezen az új bölcsődén kívül, ahol a fogyatékkal élő gyermekeknek és szüleiknek is tudnak segíteni. A mi intézményünk erre készen áll, és soha ne legyen rá szükség, hála Istennek most egy ilyen gyermek sincs a városban, illetve a környékén, de ha véletlenül úgy alakul, akkor tudunk ezeknek a családoknak is segíteni. Az új bölcsődére nagyon büszkék vagyunk, egy 21. századi modern épület. Ezen kívül most már mondhatom, hogy befejeztük a belvárosi kis piac felépítését, amit ha megnéznek, hát az nem olyan kicsi. Úgyhogy hamarosan új nevet fognak a városlakók találni, véleményem szerint ennek a csodálatos épület komplexumnak, hiszen ez az. Most zajlik a műszaki átadás, átvétel. Máté Szalka történetének eddigi legátfogóbb útfejlesztési programja indult el 2023-ban. Ennek egy jelentős részét, összesen 6 útszakasz felújítását saját forrásból valósították meg. Emellett Európai Uniós támogatás is rendelkezésre állt és áll, hiszen 2024-ben is tovább fejlődik a város úthálózata. A saját forrásból befejezett útfelújításokat kiegészíti természetesen az az útfelújítási program, amelyet 2 elnyert top pluszos pályázatból valósítunk meg, 15 további útszakasz újul meg. Ennek kapcsán az engedélyes tervek készen állnak, a kiviteli tervek készülnek, és a közbeszerzés előkészítése zajlik. Tavaszra szerződést kötünk, és reményeink szerint március közepén, végén, ahogy az időjárás engedi, indulhat a jogszabályok alapján a munka, ugyanis addig nem lehet jogszerűen utat építeni Magyarországon. Más típusú fejlesztések is megvalósulnak 2024-ben Máté Szalkán. Hamarosan egy hatalmas új és innovatív játszóteret alakítanak ki a Gólyakerti tó mellett, megújul a Hild János Park, valamint a Kegyeleti Park is a városban.
Augusztusban már rendesen berobbant a nyár, a nagy hőséget nehezen viselték a nyíregyházi állatkert pingvinjei is, akik azért így is szenzáció számba mentek. Tiszanagyfaluban elkészült az ivóvizes beruházás, Kemecsén a bölcsőde, Kisvárdán pedig újra nyitott a posta. Augusztusi híreink következnek. Csőrükbe kapták és egészben nyelték le a halakat a nyíregyházi állatpark legújabb lakói. A Humboldt pingvinek a jégkorszak interaktív állatbemutató első látványosságai voltak. A létesítményt ugyancsak tavasszal nyitják meg a közönség előtt, a madarakat már augusztusban be tudták mutatni a vendégeknek. A Humboldt pingvinek Dél-Amerikában, Chile és Peru környékén őshonos állatok, éppen ezért tudjuk már őket így bemutatni, hiszen mérsékelt égövet képviselnek ezek a lakók. A látogatók imádják őket, folyamatosan a medence mellett nézik és csodálják a frakkos állatokat, hiszen úgy van kialakítva ez a bemutató rendszer, hogy egy akril üvegen keresztül meg lehet őket csodálni a víz alatt is. A korábbinál nagyobb keresztmetszetű csöveken érkezik az ivóvíz augusztus óta a tiszanagyfalui lakosokhoz. A fejlesztést rakamazzal és tímárral közösen valósították meg, mintegy 170 millió forintból. A gyakorlati megvalósítás az ebben az évben kezdődött, a nyár folyamán, és ezen a héten meg is valósult Tiszanagyfaluban. A többi településen még folyamatban vannak a munkálatok. Azért volt erre szükség, mert a ivóvíz hálózaton beérkező víz mennyisége már nem fedezte a Tiszanagyfalu vízigényét, és ezért cserélték nagyobb méretű átmérői csőre. A református egyházközség új bölcsődét mutatták be belülről Kemecsén. A több mint 1 milliárd forint értékű beruházás eredményeként közel 50 férőhelyjel és 11 fős személyzettel várják a családok legfiatalabb tagjait a kemecsei református tipegő bölcsődében. Támogatást nyert az egyházközösség, hogy így fogalmazzunk, Európai Uniós és a magyar kormánytárs finanszírozásával. Ennek a beruházásnak az összértéke, tehát a projekt összértéke, az meghaladja az 1 milliárd forintot, néhány 10 millió forinttal, és nagyon nagy jelentőségű beruházásról van szó, itt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hiszen az egyházközség életében ez az első nagyobb komoly beruházás, amelyet az egyházközösség az önkormányzattal közösen, hiszen segítettünk a projektmenedzselésben, egyéb dolgokban, amiben lehetőségünk volt, és közösen próbáltuk menedzselni ezt a projektet, és ennek a projektnek a végtermékét próbáljuk most egy projektzáró eseménnyel lezárni. Elhunyt motorosok tiszteletére avattak emlékhelyet augusztus közepén Apagyon. Szabolcs-Szatmár Berekben ez volt az első ilyen kezdeményezés. Azt is tervezik az ötletadó civilek, hogy évente egyszer zarándoknapot szerveznek az emlékhelyhez. Az apagyi civilek összefogását a község önkormányzata a helyszín biztosításával támogatta. Az emlékhelyet a horgásztó és a sátortábor közelében alakították ki. Pár éve fordult meg nekem a fejembe ez. Többek között, hogy hát itt a környéken, Szabolcsba, de környéken se található ilyen hely. Jártunk motorosok falunapokra, sok minden olyan dolgot csinálunk, ami a faluknak az érdekei. De egy olyan komplett hely, mint hogy nem valahova is elmenjünk, és az elhunyt társainkról, természetesen, vagy balesetben elhunyt társainkról, nem volt nekünk erre lehetőségünk, hogy hát itt a környéken, hogy megemlékezzük. És akkor jött ez az ötlet, hogy hát kerestem a lehetőséget. Polgármester úr befogadó készséggel állt ide ehhez az ügy mellé, és megköszönöm neki utólag is, hogy idáig elértünk. Több hónapnyi egyeztetés után önkormányzati segítséggel augusztusban újra nyitott a kisposta Kisvárdán. Tavaly ősszel az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva országszerte összesen 366 posta működését szüneteltette az állami vállalat. A 2022. novemberi zárást követően záporoztak a lakossági panaszok a kisvárdai városvezetéshez. Ezért született döntés a szolgáltatás újraindításáról. Ez évi 23 millió forintba kerül az önkormányzatnak. Partneri konstrukció, ez a kedvező számunkra. Ez 23 millióba kerül, tehát fele annyi, mint a más módon működtetnénk. És a másik nagyon fontos, hogy ez egy hosszú folyamat volt, mert már januárban a lakók jöttek, kerestek engem írásban, személyesen, hogy indítsuk el a postát. Megkerestük a miniszterhelyettes urat, Fónagy urat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez országos döntés volt, tehát nem tudott mit lépni. Ugyan, hogy megkerestük a posta vezérigazgatóját, hogy egy mobil posta legyen akkor helyette, abban sem tudott lépni. És azt jött az ötlet, hogy
hirdessük meg vállalkozásba, arra nem jelentkeztek, és maradt a partneri kapcsolat, és a város boldogan vállalja föl, hogy itt lévő lakosokat tudja szolgálni, cégeket. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Szent István király tiszteletére szentelték fel Szakoly új római katolikus templomát. A 116 millió forint összértékű beruházás alig 9 hónap alatt valósult meg a községben. A községben azért volt szükség új templom építésére, mert az előző épületben már életveszélyessé vált szentmisét tartani a leromlott statikai állapotok miatt. Azért vagyunk most itt, és azért van élő hitünk, azért van olyan kapcsolatunk az Istennel, amit persze újra meg újra meg kell újítani, de azért bízunk benne, hogy megvan, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten országa itt van bennünk, és itt van közöttünk, és itt különleges módon is jelen van, ebben a gyönyörű, szép új templomban. A Szent István király tiszteletére épített új római katolikus templom első szentmiséjén az új kenyeret is megáldották, megemlékezve ezzel az államalapítás évfordulójáról. Jelentős a szakképzett munkaerő hiánya Szabolcs-Szatmár-Berekben, a foglalkoztatottság növelése közvetve a Vármegyei Iparkamara számára is kiemelt feladat volt 2023-ban. Az intézmény a szakmai programok mellett a stratégiai partnerek számát is bővítette, a munkaadók, szakmai szervezetek, szakképzési centrumok mellett a Nyíregyházi Egyetemmel is szoros együttműködést alakított ki. Több területen próbálta segíteni tagjait a Vármegyei Iparkamara, hiszen 2023 a vállalkozások és a gazdaság számára is kihívásokkal teli év volt. Az intézmény munkaadókkal, szakmai szervezetekkel, szakképzési centrumokkal és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen az ipari és az oktatási szektor kapcsolatát igyekezett erősíteni. A stratégiai partnerek bővítése mellett a kamara kiemelten foglalkozott azzal, hogy ösztönözze a cégeket a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti gyakorlatokra. A szervezet egész évben számos programmal segítette a vállalkozókat. Az év során mintegy 50 rendezvényt szerveztünk, ahol közel 2000 fő vett részt. Az itt szerzett tudást, tapasztalatot a vállalkozók be tudják építeni saját tevékenységükbe, ezáltal akár versenyelőnyhöz is juthatnak, illetve ezek az alkalmak jó lehetőséget teremtenek az üzleti és az emberi kapcsolatok kialakítására, ezzel is hozzájárulva a vármegye gazdasági teljesítményéhez. Idén az ügyfélszolgálatunkon körülbelül 20 000 ügyet kezeltünk, tájékoztatva a vállalkozásokat gazdasági intézkedésekről, új szabályozásokról és más releváns információkról. Széchenyi kártya programban több mint 200 hitelügyletet és 56 Széchenyi leasinget bonyolítottunk le, tovább erősítve ezzel a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit. A szakképzett munkaerő hiány a Vármegyében is problémát jelent. Ezért a kamara a képzésekhez kapcsolódóan is számos kezdeményezést indított. Pályaorientációs munka keretében 136 eseményt szerveztünk, ahol több mint 3000 pályaválasztás előtt álló tanulót értünk el. Az országos szakmai tanulmányi versenyen 273 versenyző vett részt, és 375 duális képzőhelyet vettünk nyilvántartásba idén, illetve 71 mesterlevelet adtunk át a sikeresen vizsgázóknak. Az iparkamara regisztrált tagjainak száma a 2022-es évhez képest enyhe csökkenést mutat. A tagdíjbefizetések folyamatosak. Vármegyénkben idén 112.600 a vállalkozások száma. Ez a 2022-es évhez képest 2%-os csökkenést jelent. Szerintem ez annyira nem nagy szám, tehát elég jól alkalmazkodtak szerintem a vállalkozások ezekhez a változó gazdasági kihívásokhoz. Nálunk a megyében, Vármegyében 38 ezer körülbelül az egyéni és társas vállalkozások száma, akik kamarai hozzájárulást fizetnek. Hozzájárulás fizetése az előző évekhez hasonlóan rendben megtörténik. A Vármegyei Iparkamara 2024-es tervei között az üzleti kapcsolatok erősítése, a mentorprogramok és képzések bővítése, a zöld gazdaság, valamint a fejlesztések támogatása áll majd. 300 millió forintos beruházás eredményeként 2023-ban megújult az ivóvízhálózat Tímáron. Emellett egy új parkkal is gazdagodott a település. A további tervek között szerepel az utak és az intézmények korszerűsítése. A Sólyapark átadása még várja a jobb időt, amikor is a zöld terület teljes szépségében pompázhat.
2023-ban két projekt valósult meg, és mindkettő nagyban növeli a timári lakosok komfortérzetét. 2023-ban két projektet sikerült befejeznünk. Az első az ivóvíz minőségjavító program, amely egy 6 éves projekt, úgyhogy nagyon örültünk ennek, hogy ebben az évben befejeződött. Amilyen nehezen indult, olyan sikeres volt, és rövid időt vett igénybe a megvalósítás. Szintén tavaly kezdődött a sólyapartnak a kiépítése, ez is egy több éves álom volt, de most az éven ezt sikerült befejeznünk, tavaly kezdődött ez is, és egy zöld felület került kialakításra a görögkatolikus templom szomszédságában. Sólya Miklós szülöttről neveztük el, Sólya Miklós emlékpark lett. Megindult a külterületi útberuházásunk, vállalkozási szerződést aláírtuk, jövő tavasszal várható a befejezés. Nyilván a gazdasági helyzet miatt egyre kevesebb a pályázati lehetőség, a településeknek szintén a nehéz gazdasági helyzet miatt nincs annyi önerőjük, úgyhogy reménykedve várjuk most a pályázati lehetőségeket 2024-ben. Magyarország kormánya programot dolgozott ki országos és régiós szinten azokra a településekre, ahol az ivóvíz minősége nem felelt meg a rendeletben meghatározott értékeknek. Ezek közé a települések közé tartozott Tímár is. A polgármester asszony azt is elmondta, terveik között szerepel az utak és az intézmények korszerűsítési munkálatainak elkezdése. Mintegy 600 szabadtéri bajnoki meccs lejátszása után fedett pályán folytatják a Nyíregyházi Város kispályás labdarúgó bajnokságban szereplő csapatok. A nyírpazonyi sportcsarnokban 31 együttes lép pályára 7-ről 7-re. A bajnoki címről döntő szuperkupát február 24-én rendezik meg. 10 csoportban 107 csapat részvételével rajtolt el augusztusban a Nyíregyházi kispályás bajnokság, amely az ország egyik legnagyobb szabadidős rendezvénysorozata. A teljes idényben 1200 meccset játszanak le a csapatok a Városi Stadion pályáin. Az új stadion építése miatt ugyan változnak a helyszínek, de Dajka László szerint a játékosok alkalmazkodtak a körülményekhez, és a színvonallal sem volt probléma az őszi szezonban. Én úgy érzem, hogy a nehézségek ellenére egy szenzációs ősz zárult, hiszen különböző csoportokban óriási harc zajlott a dobogóra kerülésért, és jelen pillanatban is úgy áll a helyzet, hogy ezekből a csoportokból, ugye 10 csoportunk van, bárki lehet még bajnok az első 5-6 helyezett közül, de kiesni is kieshet 3-4 csapat. Ez azt jelzi, hogy a bajnokságunk magas színvonalú. A D, F és a kisműfős pályán tudtunk játszani, de így is sikeresen be tudtuk fejezni, bár pici átcsúszott gyakorlatilag novemberre is, hiszen egy nappal a terembajnokság kezdete előtt még játszottunk, de viszont sikeresen be tudtuk zárni. Mindig voltak problémák, hol elvágtak egy vezetéket, hol villanyvezetéket, hol a csővezetéket vágták el, és akkor nem tudták lacsolni a pályát, de a nyírvévő munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy kitűnő körülmények között tudjunk szerepelni. A csapatok megértették ezt a helyzetet, hiszen tudják, hogy előbb-utóbb, tehát már a jövő évben, 2024-ben vissza fogjuk kapni a pályákat, és van benne még talán meglepetés is. Én nem szeretném elkiabálni, de az ABC pályán talán valami kellemes meglepetés lesz. A téli terembajnokságra 31 együttes nevezett. A csapatok 3 csoportban szombatonként és keddenként játszanak. November 7-én indult el a terembajnokság, kitűnő körülmények között ismét a nyírpazonyi sportcsarnokba. Itt szeretném megköszönni Dubai László polgármester úrnak, nyírpazony polgármesterének azt a kitűnő kiszolgálást, amiben részesülünk. Gyönyörű a csarnok, 6 öltöző áll rendelkezésre, fantasztikus körülmények között, és nagyon szuper a pálya. Tehát gyakorlatilag azt nem mondhatom, hogy nem történt sérülés, mert sajnos egy Achilles-hin
szakadás történt pontosan a végén, az utolsó fordulóba, de ez a talaj, ez biztosítja azt, hogy kevesebb a letapadási lehetőség. Kitűnő mérkőzéseket játszunk, hiszen fél időben jár a bajnokság, és ugye gyakorlatilag 12-én fejezzük be a bajnokságot 2023-ba, tehát úgy mondom, hogy az őszi idényt, és január 9-én pedig folytatódik, és egészen február 24-ig játszanak majd a csapatok, akkor lesz majd a szuperkupa döntő, ahol eldől majd, hogy melyik csapat 2023-2024 évben Nyíregyháza abszolút terem bajnoka, és ott 8 csapattal fogjuk megrendezni a szuperkupa döntőt, minden csoportból tovább jut az első kettő, vagyis az A csoportból, ott 11-en vannak, onnan 3 csapat jut tovább, a B és a C csoportból az első kettő, és a B, C csoportból a két legjobb harmadik közül egy alkotja majd a 8 csapatot a szuperkupa döntőben. Mint Dajka László elmondta, a szuperkupa után nem sokat pihenhetnek a csapatok, ugyanis amennyiben az időjárás engedi, március közepén folytatódik a szabadtéri szezon. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Máté Szalka történetének legátfogóbb útfejlesztési programja valósult meg 2023-ban. Az önkormányzat saját forrásból 6 útszakaszt újított fel, a jövő évben pedig 15 újabb részt korszerűsítenek Európai Uniós támogatásból. Néhány hónappal ezelőtt új bölcsőde is épült, de nem csak a fejlesztések, hanem a közösségi rendezvények szempontjából is rendkívül sikeres évet zárt a város. A társadalmi felelősségvállalásra, a fenntartható fejlődésre ösztönzés volt a Vármegyei Iparkamara egyik kiemelt célja 2023-ban. A szervezet a stratégiai partnereinek körét is bővítette, erősítve ezzel a térség ipari és oktatási szektorának kapcsolatát. 2023-ban több mint 20 ezer ügyet kezeltek, rendezvényeiken pedig összesen 2000 résztvevőt regisztráltak. Zöld terület kiépítése is egy közel 6 éves projekt zárult 2023-ban Tímáron. Az ivóvíz minőségjavító program segítségével nagyobb nyomással és jobb minőségben jut el az ivóvíz a lakossághoz. A jövő évi tervek között az utak és az intézmények korszerűsítési munkálatainak elkezdése szerepel. December 27-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtök este ismét várjuk majd Önöket a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Csütörtökön napos és felhős időszakok váltogatják egymást, csapadék nem valószínű. A szél néhol megélénkül, erősebb lökésektől nem kell tartani. Napközben 7-9 fokig melegszik fel a levegő.